Nekem két személyes Kodály élményem van. Az első, amikor körülbelül 8 éves lettem, és Miskolcon jártam a zeneiskolába, és akkor érkezett Kodály oda. Emlékszem, a kis autó valamivel megjött, és annak az autónak a rendszáma az volt, hogy CH684. Ezt az ember így megjegyzi, mert a dallamát is tudom. Ez volt a dallama a kocsi rendszámának. És hát ez azt kell tudni, hogy amikor egy ilyen félisten megjelenik egy kisvárosban, Miskolc akkor azért még kisebb volt, és egy 8 éves gyerek számára hát ez a világ teteje, szóval ilyen nincsen is. Az ő nimbusza annak idején kimondottan ilyen volt, tehát egy félisten, aki a hosszú hajával, szótlanul, ilyen nagyon finom, lassú mozgással jött, nagyon különös ember volt. És az is valószínűleg az lehetett, hogy a Psalmust énekeltük, Melles Károly dirigálta, és én benne voltam a gyerekkórusban. A második találkozásom az sokkal fontosabb volt. 14 éves koromban volt egy felvételi a Budapesti Zeneakadémián a fiatal tehetségek részére, és arra meghívtak engem is, és Kodály volt a zsűri elnöke. Ott ültek az asztalnál elől, ő középen, én beléptem, hogy hívják, elmondtam a nevemet, tessék, foglaljon helyet, játsszon valamit magától. És akkor meghallgatták a művemet, és hát végül is fölvettek, és ez a kapcsolat csak ennyi volt, tehát egy pár szóból állt, ahogy ő instruált, csak annyit, hogy mit csináljak, most énekeljen, most játsszon, mutasson még valamit, viszontlátásra. De a legfontosabb ebben a felvételiben az volt, hogy ő Viski Jánoshoz osztott be engem, ő személyesen. Viski az ő tanítványa volt, és számára ő látható volt, hogy egy fiatal, 14 éves gyerek, aki 5 évvel korábban kerül be a főiskolára, mint a természetes kora lenne, egy olyan tanárhoz küldött, akit ő nagyon jól ismert. Tehát az ő növendéke volt Viski annak idején, és a Viski egy csodálatos professzor volt. És képzeld el, hogy én hetente kétszer jártam szerdán és pénteken órára egyedül Viski Jánoshoz. 3 órát ültünk szünet nélkül egymás mellett, és a különböző feladatokat kaptam. Ezt csináljam, azt csináljam, utána mesélt nekem a görögökről, a rómaiakról, tehát egy apa volt az apa helyett. És ezt Kodálynak köszönhetem. Tehát, hogy Kodály ő hozzáosztott be, ez egy nagyon pontos érzék volt. Kodály nagyon népszerű volt, tehát mondjuk a práva variációk, vagy a galántai táncok a 30-as években, tehát akkor, amikor írta, vagy nem sokkal utána, minden nagy zenekar játszott, tehát ezeket nagy híres karmesterek, híres nagy zenekarokkal mutatták be, és akkor volt egy ilyen kultusza, és aztán ez kikopott a repertoárból, ez nagyon sok szerzőben megtörténik egyébként, és hát most így, hogy eltelt 50 év most már, tehát nincsen már az árnyék, az már nem vető ránk, hanem most már azt kell megnézni, hogy ebből az örökségből nekünk mi az, ami működik. Én azt hiszem, én hiszek benne egyébként, én csinálok páva variációkat, nagyon sokat szoktam Amerikába például vezényelni. Tehát szeretném egy kicsit visszavezetni a repertoárba, hogy van itt olyan érték ezekben a darabokban, ami miatt ezt érdemes csinálni, és igenis megtalálja a helyét a repertoárba, de valóban dolgozni kell rajta, tehát nem egyértelmű a dolog. Ugye a Psalmus Hungaricus-szal az a helyzet, hogy a magyar nyelv miatt ez nehéz, tehát a Bartók azért ugyanaz is magyarul van a kantata profana mondjuk, de az annyival univerzálisabb téma, mint mondjuk ezt a magyar reformáció, régi magyar nyelv, tehát egy ilyen prédikáció, ami tulajdonképpen a Psalmus Hungaricus, ezt a kultúrát kevesebben értik, mint azt, hogy csak tiszta forrásból a szarvas, meg a népzene, meg hogy visszatérni a természethez. Tehát a Kodály sokkal specifikusabban magyar, téma választásában főleg, mint mondjuk a Bartók. Tehát ilyen nehézsége biztos, hogy van. De azt gondolom, hogy ez egy probléma, de csak addig probléma, még nem foglalkozik vele az ember olyan pozitív értelemben. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy a Kodály mondjuk van olyan jó vagy jobb, mint mondjuk Rimszkij-Korszakov a legjobb darabjai, akkor semmi indok nincs arra, hogy ezek a darabok ne legyenek fölcserélhetőek a dolognak abban az értelmében, hogy funkciójában
ahova egy rimszki korszakom nyitányt be tudok tenni, én oda egy Kodályt is be tudok tenni, de most akkor én inkább a Kodályt preferálnám, és nyilván a fiatal karmestereknek is ezt kell közvetíteni, hogy van itt egy ilyen repertoár, fogjátok és szaladjatok velem, mert ez jó, csináljátok, mert élvezetes, a közönség szereti, és tényleg értékezzenek.